A kormány 2023-ban is meghirdette a nyári diákmunkaprogramot, amelyet mintegy 3,5 milliárd forinttal támogat. Ennek célja egyebek mellett a fiatalok munkatapasztalat és jövedelem szerzése. A dolognak az a lényege szerintem, és bízom benne, hogy jól gondolom, részben a diákoknak lehetőséget nyújtani arra, aki szeretne dolgozni, hogy legális körülmények között tudjon dolgozni. Nagyon fontos szabály az, hogy 16 év alattiakat például nem lehet ebben a programban, és egyébként sem, tehát a munkajogilag ez kizárt, hogy 16 éven aluli dolgozzon. Tehát nyilván egy legális munkavégzési lehetőséget biztosítani. Én azt hiszem, hogy ennek komoly nevelő hatása is van, szülők is vélhetően örülnek, ami szintén fontos, hogy ugyanakkor viszont nagyon népszerű a munkáltatók körében. Itt általában idénymunkákra lehet gondolni. A támogatást a munkáltató veheti igénybe, a program két pillérre épül, önkormányzati diákmunkára, illetve a fiatalok dolgozhatnak a mezőgazdaság, a turizmus vendéglátás területén. Nagyon fontos, hogy 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók keressék meg a lakhelyük szerint illetékes foglalkoztatási osztályokat. Ott tudnak regisztrálni, ott tudják magukat regisztráltatni szolgáltatást kérőként, és ez azt jelenti, hogy a kollégáink ilyenkor elkezdik hozzájuk párosítani a beérkezett kérelmeket, amiket pedig a munkáltatóknak kellene benyújtani ahhoz, hogy tudjanak diákokat alkalmazni. Ezek a munkáltatók idén önkormányzatok lehetnek, területi települési önkormányzatok, illetve önkormányzati cégek, valamint a versenyszférából a mezőgazdasági vendéglátással foglalkozó cégek azok, akik a diákok munkájára számot tarthatnak. Mindenképpen fontos azt tudniuk, hogy a cégek részéről ugye az elektronikus kapcsolattartás miatt cégkapunk kérjük, hogy a kérelmeket benyújtsák. A cégek részéről a munkahely az irányadó, tehát a munkavégzés helye szerinti foglalkoztatási osztályon kell ezt a kérelmet benyújtani. A diákok pedig személyesen felkereshetik kollégáinkat. Az önkormányzati munkánál a bér 100%-át támogatjuk, itt maximum 6 órás munkát lehet végezni, a mezőgazdaság és vendéglátás területén pedig 8 órás munka is végezhető, annak viszont csak a 75%-át támogatjuk. A támogatás utólagos kifizetéssel kerül elszámolásra, ami azt jelenti, hogy a cégek kifizetik a bért, a munkaszerződés szerinti bért, mert hiszen a diákokkal munkatörvénykönyve szerinti munkaszerződést kell kötniük, és a következő hónap 12-éig kell benyújtaniuk a foglalkoztatási osztályra a bérrel kapcsolatos elszámolólapot, illetve a bérek dokumentumait, és mi utólag kifizetjük a cégek részére. A főosztályvezető hozzátette, hogy az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 diák részvételére számítanak Tolna vármegyében. A szakképzettek 222.300, a szakképzettség nélküliek pedig 174.000 forintot kaphatnak. Tavaly 721 főt tudtunk támogatni, ami jóval magasabb volt, mint amire kaptunk támogatási összeget. Az idei cél 800 fő. Én biztos vagyok benne, hogy a 800 főt el fogjuk tudni helyezni, mert nagyon nagy az érdeklődés. A szekszárdi önkormányzat is csatlakozott a programhoz. A városvezetés 18 tanulónak tud munkát biztosítani. 12 fő a zöld brigádba fog tevékenykedni, 4 fő a városüzemeltetés keretein belül, egy fő a anyakönyvi osztályon és egy fő az adó osztályon. Lényeg a dolognak, két fő adminisztrációs feladatot lát el, 12 a zöld brigádba. Hát mindenki előtt ismeretés is látja, hogyha a városban millió a tennivaló. Gyakorlatilag itt a fűnyírásokkal, virágültetésekkel és egyéb szépítési feladatok mellette pedig folyamatosan készülni kell és rendet kell tartani a városi rendezvények során és kapcsán. És hát a nagy munkálatok most már úgy néz ki, hogy rövid időn belül elkezdődnek a zöldváros programnak a megvalósítása a városba. Hát ha nem is annak konkrétan a munkálataiba, de a járulékos tevékenységbe biztos, hogy részt kell venni majd a diákoknak is. És még egy nagy feladat a játszótereknek a karbantartása, rendbetartása, különböző védőkorlátok, kiegészítő berendezések karbantartása, festése. Nagyon nagy gondot okoz nekünk, hogy szakképzett
embereket nagyon nehéz találni, akik a játszóterek karbantartási munkálatait elvégzik, és természetesen az ellenőrzést és aláírási joggal rendelkeznek, úgyhogy a biztonságos játékoknak a biztosítása terén kapcsán. Az előbb említettem, hogy a két adminisztrátor az pedig a Városházán fog dolgozni. Gondolom, hogy ugyanolyan eredményes munkát tudunk végeztetni, mint az elmúlt években. Természetesen alkalmazkodunk az időjárási viszonyokhoz, munkakezdés, munkaidő során kapcsán, és hát igyekszünk úgy ezt a nagyon-nagyon jó lehetőséget kihasználni, hogy eredményes munka és látszata legyen a tevékenységnek. A nyári diákmunkaprogram július 1-től augusztus 31-ig tart.